Örömmel köszöntöm újra a kedves nézőinket és hallgatóinkat a mai adásunk keretein belül. Örülök, hogy ma újból találkozhatunk, ugyanis egy nagyon szép témával fogunk a mai adásunk keretein belül beszélgetni kedves vendégeimmel, mégpedig a keresztség témájáról. Két vendégem érkezett, aki nemrégiben megtapasztalta ezt a gyönyörű pillanatot, a keresztség pillanatát, és tapasztalatáról, illetve tapasztalatukról jöttek beszámolni a mai beszélgetésben. A vendégeim a mai adásban Gálfi Csaba és Szabó József. Köszöntelek a stúdióban, és nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen bátran vállaljátok, hogy elmondjátok és elmesélitek, hogy mit éltetek ti át keresztségetek során, és hogy milyen volt ez számotokra. Köszönjük szépen a meghívást, és üdvözlöm én is a tévénézőket és rádióhallgatókat. Én is köszönöm a meghívást, köszöntelek téged is, és úgy szintén köszöntöm a tévénézőket és a rádióhallgatóit is. Sokat nem mondtam el rólatok, mert azt szeretném, hogy ti mutatkozzatok be röviden a hallgatóknak, a nézőknek. Mondjatok egy pár szót magatokról, hogy ismerjenek meg, és aztán azáltal, hogy egy kicsit közelebb kerültök hozzájuk a hallgatókhoz és a nézőkhöz, meg tudjuk osztani azokat a pillanatokat, amiket átéltetek ti a keresztségetek során. Úgyhogy, Jocó, kérlek, mutatkozz be. Én, mondhatnám azt is, sőt azt kell mondjam, hogy ki vagyok, bár van egy ilyen érdekes bemutatkozási szlogenem, ha lehet így fogalmazni, hogy nem fontos az, hogy ki vagyok én vagyok az a valaki, aki el akarja mondani bárkinek, hogy van valaki, aki megmentheti az ő életét. És ezt a szlogent pecsételtem meg, nem is olyan rég, és erről fogunk ma beszélni, viszont hadd adjunk pár szót annak is, hogy valóban ki is vagyok. Én Székelyföldön született fiú vagyok, ha szabad így fogalmazzam, székelyföldi származású, pontosabban Székelyudvarhely környékén Nagygalambfalván születtem, vagyis nevelkedtem. Ott jártam iskolában, majd Székelyudvarhelyen a Tamás Áron gimnázium tanulója voltam. Ezek után pedig, és ami a jelenbe is vezet most, a Kolozsvári Műszaki Egyetem hallgatója vagyok. Képészmérnök kiszakot végzek. Csaba? Én az országnak egy másik feléről érkeztem, én Szilágy megyéből származok. Onnan konkrétan Bürgezd faluból származok, ott születtem, ott nőttem fel. És ezt követően Szilágycsomorra jártam iskolában. A jelenben viszont Kolozsváron tartózkodom, ahol dolgozok, és jelen pillanatban is tanulmányaimat folytatom a Bábesbolyai Tudományegyetemnek az informatika mesterképzés szakán. És hány évesek vagytok ti? Azt is mondjátok el. Én a 24 éves vagyok. Bár a különbség az nyilván látszik, viszont többek megerősítése alapján fordítva, viszont én fiatalabb vagyok, mint Csaba, 20 éves vagyok. Azért tettem fel ezt a kérdést, mert majd kíváncsi lennék, hogy miért életeteknek ezen a pontján, ebben a korban tettétek meg ezt a lépést, és szerettem volna, hogyha a kedves követőink is megtudják a korotokat. Elindítanám a beszélgetésünket most, hogy bemutatkoztatok egy rövid idézettel, ami a keresztségről szól, és ami a hetednapi adventisták hitelvei című könyvének a 231. oldalán található, és így szól. A keresztség legfontosabb gyümölcse az, ha az ember Krisztusért él. Céljainak és törekvéseinek nem saját maga, hanem Krisztus áll a középpontjában. Nagyon tetszett ez az idézet, amikor elolvastam, és ezért is döntöttem úgy, hogy ezzel indítom a beszélgetésünket, mert a keresztség gyümölcseiről ír, de valahogy nagyon szépen magába foglalja azt is, hogy mit jelent a keresztség, és mit foglal magába, és hogy
azon túl, hogy egy ember döntéséről szól a keresztség, mégis Istenről is szól valamilyenféleképpen. Ezzel az idézettel indítva kérdezném meg azt tőletek, hogy ti a keresztség alatt mit értetek, és hogy milyen fontossággal bírt életetekben az a döntés, hogy megkeresztelkedjetek? Hát, ha szabad én kezdjem ennek a kérdésnek a megválaszolását, akkor nyilvánvaló az, hogy a keresztségünk, az a hitünkön alapuló Krisztussal kötött szövetségünknek a megpecsételése. És mivel a hitünkön alapszik, egy hitvallásnak a megpecsételése is úgymond, és nagyon-nagyon szeretem Pál apostolnak a hitvallását, és ez szerintem ezt minden egyes megkeresztelt ember a hitvallásává kéne tegye, amit Pál apostol mond a Galata levélben, ha jól tudom, a Galata 2:20-ban, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem, élek pedig többé nem én, hanem él én bennem a Krisztus, és azt az életet, amelyet most ebben a testben élem, azt az Isten fiába való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem. Nem tudom, hogyha kell ehhez még hozzáfűzni valamit, szerintem ebben minden benne van, hogy azt az életet, amit most élek, azt nem saját magamért, nem az énemnek a megvalósításáért, de nem, hogy csak az ő céljainak a megvalósításáért, hanem Krisztusért. Krisztussal én az énemet megfeszítettem, és amit most élek, azt az Isten fiában való hitben élem. Úgyhogy számomra nagyjából ennyi. A részemre talán kicsit másképp tudnám megfogalmazni azt, hogy mit is jelent valójában a keresztség. Én valahogy nem tudok elvonatkoztatni attól, hogy mégiscsak egy kapcsolatba kerülünk a vízzel, mind a mellett, hogy ugye ezen jeles alkalommal Istennel is kapcsolatba kerülünk, de ugyanakkor ott van a víz, ami egy jelképes dolog, ugyanis a vízzel jelképezi azt, hogy lemossuk tulajdonképpen a bűneinket. És maga ez a megtisztulás, és ahogy a vízbe kerülünk, és onnan ugye kiemelkedünk, ezáltal egy újjászületésnek a jelképét hajtjuk végre a mi életünkön, és ahogy Jocó is mondta, ebben az esetben már nem a mi bűnös énünk kerül központba, hanem az a jellem, amelyet Krisztus ki tud építeni bennünk, hogyha mi valóban őszinte szívvel és hittel fordulunk hozzá ezen jeles alkalommal. Tudnátok arról mesélni egy kicsit, hogy miben láttátok, ha láttátok, és feltételezem, hogy láttátok az Úrnak a vezetését a ti életetekben. Voltak különleges tapasztalataitok Istennel, és hogy ha jelentett ez valamit számotokra, ami a keresztséghez vezetett? Akkor itt most kezdeném én. Igazából nekem egy nagyon-nagyon erős befolyás volt a tapasztalataim során, ami rávett engem arra, hogy valóban meg tudjam hozni ezt a lépést. Talán, hogyha ki kellene emeljek egyet, vagy talán kettőt ezek közül a tapasztalatok közül, akkor az ebben az évben történt, ugyanis, mint említettem, ugye dolgozom is Kolozsváron jelenleg, de a nyár elején még nem azon a munkahelyen dolgoztam, amelyen dolgoztam azt megelőzően. És nagy dilemmában voltam a terén, hogy lépjem meg a váltást, mert nem éreztem jól magam azon a munkahelyen, és imádkoztam ezért, és ez olyan nagy tapasztalat volt számomra, hiszen Isten mutatta meg azt, hogy valóban munkahelyet kell váltanom, hiszen nem én kerestem meg a munkát, hanem egy barátomon keresztül jött a munkának a lehetősége irányomban, és ennek kapcsán jelentkeztem az adott munkahelyre, és első próbálkozásra sikerült ez. Úgyhogy ebben nagyon éreztem Istennek a vezetését, és ez is egy olyan tapasztalat volt, ami nagyon megerősített abban, hogy igenis meg kell tegyem ezt a lépést. Ha az Úr dolgozik az életemben, akkor nem tettem meg azt, hogy nem lépem meg én is. Én két szemszögből tudnám ezt megvilágítani a saját életemben, hogy ez hogy
mennyit, hogy mi vezetett oda, hogy elérjek a kerességig. Az első, amit úgy mondhatnék, hogy nagyon rég, hogy működött, vagy megvolt, viszont most nagyon későn vettem észre, hogy ennek mekkora jelentősége van. Ez pedig nem más, mint hogy én amikor megszülettem, akkor a családunk nem volt még adventista, nem volt ennek a felekezetnek a tagja, viszont születésem után nem sokkal, talán másfél évre rá döntötték úgy el a szüleim, hogy megkeresztelkednek, és én úgy nőttem fel egészen idáig, hogy mellettük, úgy látva a szüleimet, mint akik mindent tudnak, mindent, bármi probléma van, hozzájuk megyünk segítségért, mindenről megvan a helyes képük, úgy a világról, mint minden dologról, valamire kérdezni kell, akkor hozzájuk kell fordulni, és igazából most, mikor én is kezdek abba a kategóriába tartozni a felnőttek közé, hogy kezdem a fejemet használni az életben, most jövök rá arra, hogy azok a pillanatok, amiket én megéltem úgy, hogy ők ebben a pillanatban biztos tudták, hogy mi a helyes, mi a pontos, mi a jó, ők igazából egy váltáson mentek keresztül, egy olyan váltáson, egy életmódváltáson, amikor még ők is tapogatóztak, ők se voltak meggyőződve mindennel kapcsolatban, és az a sok minden, amin ők keresztül mentek, én úgy láttam, hogy azt hiszem, teljesen tudják, hogy miről van szó, közben bennük is, mind a környezetükbe dúlt egy harc, és ezt a harcot ők folytatták, anélkül, hogy mármint, hogy hittel és bizalommal folytatták, viszont én erről még nem vettem tudomást, mondom, csak most miután én is kezdtem ilyen szemszögből látni a dolgokat, és nagyon-nagyon bátorított, és nagyon-nagyon erőt adott abba, hogy igen, ők ezt így élték meg, én ennek szemtanúja voltam, igaz, hogy akkor én még nem tudtam, hogy mit miért, de utólag így rájöttem, hogy ezek és ezek a dolgok azért voltak, mert ők akkor tanulták, hogy hogyan kell ezt az egészet megvalósítani. Ez az egyik. A másik dolog pedig az az, hogy egy olyan családban nőttem fel, ahol konkrétan nem is, de a nagyszüleimnél nyáron elég sokat, hát nem feltétlenül mondanám azt, hogy megerőltetően dolgoztunk, de dolgoztunk. Mármint, hogy fiatalként dolgoztunk, nem úgy, mint egy nagy ember, de mint egy gyermek. És ez az időszak egy olyan dolgot, olyan érdekességet alakított ki bennem, amiről 100%-ig meg vagyok győződve, hogy ha ez nem így történik az életemben, akkor nem itt lennék ma. Olyan helyzetekbe kerültem ezek a munkákkal kapcsolatba, amikor teljes mértékben magamra voltam utalva. És ezekben a pillanatokban, amikor gyerekként egyedül egy valami kihívással szembesülsz, szüleimtől láttam, csak én is, én leutánoztam, hogy hát ha nekik működik, hogyha én egy megpróbáltatásban egyedül vagyok, és letérdelek, és imádkozok, akkor nekem miért nem működne? És ez a fajta, vagy ezen az úton, módon kezdtem én megtapasztalni azt, hogy létezik egy mindenható Isten, és ez az Isten nel a kapcsolat, ezzel ki lehet alakítani egy kapcsolat, és ez a kapcsolat, ez tele van áldással, és odaértem 20 éves fejjel, hogy teljes mértékben ezt meg szerettem volna valósítani. Egy igen, én hiszem, hogy létezik ez a kapcsolat, és én ennek az áldását nap mint nap érzem, és hogy fontosnak láttam azt, hogy én ezt megpecsételjem. Volt egy olyan különleges dolog, vagy egy személy az életetekben, ami által meggyőzöttetek, hogy keresztelkednetek kell? És hogyha volt, akkor mi volt az? Mi vagy ki volt az, ami meggyőzött titeket, hogy keresztelkednetek kell? Első sorban az, aki meggyőzött engem, az előbb is említettem, hogy kialakult ebbe a gyerekkorban már az életemben kialakult egy Isten és közöttem levő kapcsolat, és nyilvánvalóan tudjuk azt, ugye, hogy a Bibliában Isten ma is szól hozzánk. És
én akárhányszor hittel és bizalommal letérdeltem, hogy Istennek mi a terve velem, mit szeretne, hogy megvalósítsak, én ebbe láttam a bátorítást, hogy Jézus az az ember, vagy Isten ember, vagy az az Isten, aki ha nem is minden egyes szavával azt mondja nekem a Bibliából, de nagyon sok helyen megerősít, hogy nézd, itt vagyok én melletted, itt vagyok, ezt a szövetséget, ezt a kapcsolatot, ezt a szövetséget, ami köztünk kialakul gyerekkorod óta, ezt pecsétel meg. Számomra ez egy olyan pont volt, amikor sikerült megértenem azt, hogy valójában a keresztség mit is jelentett, és mit is jelent valójában. Mert én nagyon sokáig vívódtam azon, hogy megkeresztelkedjek-e, ugyanis bennem nagyon sokáig az a kép élt, hogy valaki csak akkor alkalmas a keresztségre, hogyha már eljutott úgymond a tökéletességre. Szóval, hogy már nincs mit javítani, már nem tudok vétkezni, már nincs bennem hiba. És én mindig vártam ezt a pillanatot egész a mostani időkig, de valahogy ugye emberek vagyunk és tévedünk, és nem érezzük magunkat tökéletesnek, mivel nem vagyunk tökéletesek. Viszont volt egy olyan pont, amikor az alapján, amiket tanultam a keresztségről, megértettem azt, hogy a keresztség az nem tökéletes embereknek a névsorát jelenti, vagy a névsorába bekerülést jelenti, hanem ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy én hittel elfogadom azt, amit Jézus Krisztus értem tett, hogy értem feláldozta magát és üdvösséget adott számomra. Másrésztről pedig érzem szükségét annak, hogy az ő ereje által, valamint a Szentlélek segítségével a jellememet fejleszteni tudja, valamint ezáltal tudjak a mennyei tökéletességre eljutni. Nagyon tudok azonosulni azzal, amit mondtál, mert az én fejemben is ez a gondolat jelent meg keresztség előtt, de még azelőtt, hogy fontolgattam volna a keresztség döntését, tehát hogy úgy képzeltem el, hogy egy személy, aki megkeresztelkedik, az kiiktat az életéből minden olyan dolgot, ami bűnös legyen, az kicsinek tekintett bűn, mert ugyebár nincs különbség bűn és bűn között, de azért az ember tesz különbséget, legyen az kicsinek tekintett bűn, vagy nagynak tekintett bűn, és hogy igazából rájöttem én is arra, hogy akármennyit is próbálnám csiszolgatni magam, nem fogok eljutni egy tökéletes pontra, mert nincs ilyen. Senki nincs ilyen. Egyedül csak Jézus volt olyan, hogy ránézhetünk, és lenyűgözve maradunk tőle attól, hogy milyen példázatot mutatott nekünk. Nekem például ez a gondolat ott volt keresztség előtt, de nektek milyen gondolataitok voltak, miket fontolgattatok a keresztséggel kapcsolatosan? Nehéz volt ezt a döntést meghoznatok? Igazából, mint említettem ugye az előbb is, ez volt az a pont. Viszont még ezt követően is, ami több éven keresztül bennem volt, még a keresztségem elhatározásának pillanatát követően is néha megfordultak bennem ezek a gondolatok. És persze ezt a döntést meg kellett hozni, mert éreztem, hogy meg kell hozni. Nem mondanám, hogy a legkönnyebb döntés volt, viszont jelen pillanatban úgy érzem, hogy ez a legjobb döntés, amit egy ember meg tud hozni az életében, ugyanis valóban, hogyha elfogadjuk azt, amit Jézus Krisztus értünk tett, mi nyújthat nagyobb boldogságot ennél? Mindenképp nem volt egyszerű ezt a döntést meghozni. Bennem is megvoltak ugyanazok a gondolatok, hogy vajon egyáltalán készen állok arra, hogy megkeresztelkedjek. Nagyon sokáig, miközben dúlt bennem ez a harc, hogy akkor most keresztelkedj meg, ha engedjél a hívásnak, engedj Isten kérésének, megvolt bennem a kérdés, hogy vajon most, amiben most élek, egy fiatalként, középiskolában akár, vagy fiatal kezdő egyetemistaként, egy új környezetben, egy új városban, ami tele van idegenekkel, tele van olyan emberekkel, akik könnyen elvihetnének az igaz útról, vajon ebbe az időszakban volna a helyes döntés, hogy keresztelkedjek, ne keresztelkedjek, készen állok rá, nem állok készen rá, meg fogom bánni, nem fogom megbánni. Viszont rá kellett jönni arra, Istennek itt kellett fogja a kezem, és rá kellett vezessen arra, hogy,
hogy nincs olyan pillanat, hogy tökéletes, hogy most, hogy ez a tökéletes, hanem az a pillanat a tökéletes, amikor én ezt elvemnek veszem, hogy az, amit én kimondtam, az én felelősség teljesen, és felelősséget vállalva megteszek mindent, hogy amellett kiálljak. Nagyon sokat gondolkoztam azon is, hogy vagy mit szólnak ehhez a rokonok, mit szólnak ehhez az ismerősök, mit szólnak ezekhez a barátok. És őszintén szóval nagyon sokszor volt, hogy tényleg akkor én most hazajövök úgy, mint egy egyetemista, és akkor egy más, teljesen más képpen, hogy én most nem engedhetek meg akármit magamnak, mert egy keresztény ember egy olyan nemes dolgot fogad meg, amit mindenütt, nem mindenüve hivatalos, hogy ő megjelenjen, nem mindent, nem hogy nem szabad megcsináljon, hanem hogy az a nemes munka miatt nem engedi meg az ő kötelessége, hogy ezeket megtegye, és akkor, hogy én ezt vállaljam fel, barátok előtt vállaljam fel, idegenek előtt, mindenki előtt, hogy én most én ki fogok lenni ezután. És egyik alkalommal olvastam, szó szerint így volt megfogalmazva, hogy a kereszt szégyene, hogy Jézus kereszt halálakor mennyi gúnyt és szenvedést kellett elvállaljon amiatt, hogy én megmenekülhessek. És ez az egész megváltási tervnek mondhatnám azt a legnagyobb része. Az a kis rész, ami nekem jutott, ez egy nagyon parányi. És ebben a parányiban benne van az is, hogy van a keresztnek egy szégyene. Viszont a keresztnek a szégyene az öröm és boldogság kell legyen, hogyha megkapod a helyes látásmódot. És akkor, amikor ez így tudatosult bennem, hogy várjunk, mert én ha úgy nézem a dolgokat, ha majd én elérem a hitemnek célját, ahogy Pál apostol is fogalmaz, hogy a hitnek célja a lélek üdvössége, elérem az üdvösséget is, és ha majd hadd beszéljek arról az országról, amit a Jóisten megígért nekünk, ha majd ott leszek, az a szégyen, amit itt én vállaltam, az nem a dicsőség miatt, de hogy ott büszkén tudom elmondani, hogy igen, én voltam az az ember, aki feláldozott mindent a Jóistenért, egy olyan eszméért, egy olyan nemes dologért, amit mások nem tettek meg. És ha hozzáteszük Jézusnak a szavait is, hogy majd mikor eljövök én az én országommal, akkor én felvállallak az én atyám előtt, és vallást teszek rólad az én atyám előtt, ha te is felvállaltál, de megtagadlak, ha te is megtagadtál, és akkor felteszi utána a kérdést, hogy te megtagadsz engem a parázna és a pogány világ előtt, és belegondoltam abba, hogy tényleg ez az egész, amit gyerekkorom óta én megtapasztaltam, az egy fenomenális, egy fantasztikus dolog, viszont nem tud róla alig páran, hogy mennyi fiatalok közt, hadd engedjétek meg ezt a kifejezést, hogy mennyi vagány dolog van, amiről lemaradnak hány meg hányan, és akkor így elgondolkoztam, hogy ezt a vagány dolgot, amit én be tudok a jellememen keresztül mutatni a többieknek, ezt én szégyeljem előttük, és hogy ettől fogva egy olyan készítést éreztem, hogy neked nincs másod hátra, hogy az, amiért te ezt nem tennéd meg, az eltörpül, az egyáltalán szinte nem is létezne, közelít a nullához, és azt mondtam, hogy miért ne? Miért mondanék nemet? Azt is mondja a Biblia, ha ma a szavát halljátok, akkor meg nekem nyitsétek a szíveteket. És akkor eljött ez a pillanat, és én azt mondtam, hogy történjen meg, miért ne? Ez az érdekes, hogy olyan dolgok miatt szégyeljük, vagy olyan dolgokat nem merünk vállalni, amik jó dolgok. Például az, hogy segíteni szeretnénk embereken, vagy igazságot szeretnénk egy olyan világban, ahol elég nehéz megtalálni az igazságot manapság. Nem tudom, hogy miért a fiatalok néha itteken szégyennel tekintenek ezekre a dolgokra, amik jó dolgok. Na de miközben ti készültetek a keresztségre, vagy talán azelőtt, amikor fontolgattátok a kérdést, hogy vajon megtegyétek a lépést, vagy sem,
Most a szégyent leszámítva, voltak olyan dolgok, amiket le kellett küzdenetek, vagy olyan dolgok, amikről le kellett mondanotok ahhoz, hogy a kereségnek az áldásait teljes mértékben meg tudjátok tapasztalni. És hogyha voltak olyan dolgok, akkor mondjatok ezekről többet, hogy mit jelentett lemondani erről, és hogyan éltek most a hiánya nélkül? Nyilvánvaló, hogy voltak dolgok, amiket le kellett tegyünk, ott kellett magunkat hagyjunk. Viszont most így mielőtt elmondanám ezeket, hadd mondjam el, hogy ezekről most azért tudok ilyen könnyen beszélni, azért tudok ennyire egyszerűen visszatekinteni, hogy igen, én ezeket hátrahagytam, amiket amúgy régebben én nagyon nagy számban űztem, mert rájöttem arra, hogy ha megfigyelem az életemet, most eltelt eddig 20 év, de majd tovább, megfigyelem más emberek életét, előbb-utóbb azokat a dolgokat úgy is el kell hagyni. És amit nem hagyunk el, azok úgyis csak olyan dolgok, amik nem tesznek nemessé. És akkor ebből a megfontolásból, hogy előbb-utóbb, ha úgy is elhagyom, akkor miért ne hagynám el akkor, amikor, mert hogy előbb-utóbb úgy is elhagyom, és amúgy is károsak a keresztény életemre nézve, akkor miért ne hagynám el most? Hát például annak ellenére, hogy keresztény családban nőttem fel, nagyon sok dolgot kipróbáltam, ami mondhatnám azt, hogy nem keresztényhez méltó. Nem hiszem, hogy dicsekszem velük, viszont, vagy dicsőség, ha én ezeket elmondom, és ha elmondom, nem azért mondom el, hogy ezekkel dicsekedjek, viszont azt élem meg úgy, hogy saját magamnak, nem érdekelve attól, hogy most mások ezt hogy fogják nézni, hanem saját magamnak egy dicsőség, hogy igen, én tudtam saját magamban nemet mondani ezekre a dolgokra. Mondom, keresztény családban nőttem fel, de én évekkel ezelőtt, vagy akár nem is olyan régen, én még tagja voltam olyan csoportoknak, akik hülyen jártak úgy, hát mai szóval érve bulizni, meg úgy bálokba, meg szórakozó helyekbe, ahova egy keresztény ember nem... nincs oka, hogy oda menjen. Nem, miután megismered az igazságot, nem látsz okot arra, hogy ott legyél. Például ez, de mondom, én ezt nem fájó szívvel hagytam ott. De ugyanígy a kerességkor került elő az a gondolat is, hogy a munkával kapcsolatban is. Hányszor, meg hányszor történt meg az, hogy tényleg adventista családban éltem, és péntek este nem értem haza időben. Péntek este valamikor éjfélekor volt az, amikor megállítottam a gépeket, és na jó, indulok haza. És mikor hazaértem, mindig azt láttam, hogy elkezdődött már a szombat. És mi van, hogyha Jézus ott ül az ágyam szélén, és akár mondhatnám 21. századi emberként, hogy nézte az óráját, és várta, hogy na jön, lement a nap, nem jött még. És én ezt úgy hidegen vettem, hogy hát most mi van pénteken? Hát belecsúsztam, majd a szombatot megtartsuk. De úgy átértékelni azt is, hogy a péntek estének is mekkora jelentősége van egy keresztény ember számára, és annak a pihenésnek, annak a tanulásnak, amit aznap meg tudsz valósítani, vagy aznap este. Úgyhogy például ez volt az egyik, ami kicsit ilyen fájó, hogy nekem be van ütemezve, hogy mit, mikor csinálok, és nem érkezek meg, nem végzek péntek estére, és akkor pénteket délután mégis azt mondani, hogy én megnyomom a gombot, és turn off, hogy itt megállok, és átadom magam a mindenható Istennek arra a napra. De sorolhatni tudnám ezeket a dolgokat, amiket mondom, így ebből a perspektívából, ahonnan most nézem, hogy megkeresztelt tagként, ahonnan most nézem, nem látom olyan borzasztóan nagy árnak, hogy én ezt le kellett tegyem. Igen, hát az én életemben is voltak olyan dolgok, amiket nagyon örültem volna, hogyha meg tudnék
tőle szabadulni, vagy úgy éreztem, hogy nem helyes, hogy ez jelen van az életemben, hanem mégis ott van. Ugye azért a fiataloknak, akár a mai embereknek is, mindenkinek nagyon fontos a hobbi. És hogy legyen valami olyan tevékenység, amivel jól tudja magát érezni, de mégsem káros, hogy ilyen szóhasználattal fejezzem ki. Az én életemben ez volt a számítógépes játékoknak a játszása. Ez is egy olyan impulzus volt a számomra, ami tudott okozni boldogságot, viszont ahogy azt többen is tudjuk, a számítógépes játékok néha bosszúsággal is járnak, fel tudják mérgesíteni az embert, ami megint egy olyan negatív hatás tud lenni, ami nem feltétlenül a legjobb következményeket hozza maga után. És ahogy készültem a keresztségre, megfordult bennem az, hogy ez mi lenne a következmény annak, hogyha én erről lemondok. Most akkor, hogyha én meg szeretnék keresztelkedni, akkor nem lenne semmi olyan az életemben, ami kicsi boldogságot tudjon nyújtani, hogy egy kicsit úgy érezzem, hogy én is jól érzem magam, mert ezeket a játékokat is a barátokkal játszottam, és ugye, hogyha az ember barátokkal van, akkor ez egy olyan kellemes hangulatot tud nyújtani a számára. És érdekes módon emiatt imádkoztam, és így hirtelen lecsökkentek a játékoknak a mennyiségei, és egyre ritkábban, és egyre tényleg kevesebb időt, amikor már olyan szintre jutottam el, hogy így fél évig semmi, fél éven keresztül semmi játékot nem játszottam a számítógépen, és mégsem éreztem azt az űrt, mégsem éreztem azt a hiányt, hogy most mi van velem, hogy nincs semmi öröm az életemben, mert éreztem azt, hogy Isten valami újat, valami jobbat tudott adni a helyébe. Egy olyan hobbit tudott nyújtani számomra, ami valóban hasznos is lehet, és a hitélet szempontjából is fejlődést tud idézni. Ha még megengedsz egy gondolatot, ami így most jutott eszembe, és amit így jelenleg élek, és elfelejtettem hozzátenni, hogy keresség után, amikor tudatosult benned az, hogy keresztényként bármi is lenne az indok, nincs indok arra, hogy csaljál. És fiatalként is, vagy középiskolásként se voltam híve annak, hogy puskázzak órákon. Nagyon-nagyon ritka volt az, hogy én vállaltam, ha nem tudom, akkor kapjak egy 4-est. Tudtam, hogy minden okkal történik. Hál' Istennek nem tartoztam azzal a legutolsó tanuló közé így sem. Viszont itt, mikor egyetemistaként kell ezt a szemszöget nézni, akkor, vagy ebből a szemszögből nézni, akkor vannak olyan vizsgák, amikor azt mondom, hogy, vagy azt mondtam régebb, hogy ide kell egy kicsi segítség. És most keresség után pedig, ha fáj, ha nem fáj, ezt ki kell mondjam, hogy egy keresztény emberhez nem illik az, hogy most úgy megy vizsgázni, hogy készül a puskával, mondjuk ki szó szerint. Szóval van egy ilyen oldala is. Volt egy különleges folyamat, amin keresztül kellett menjetek, vagy keresztül mentetek ahhoz, hogy felkészüljetek erre a pillanatra? Vagy hogyan készültetek fel rá? Mit tudnátok erről mondani? Számomra ez a felkészülés inkább lelki volt, inkább gondolatban történt, többször imában, mert úgy éreztem, hogy ahhoz, hogy egy ilyen döntés mellett hűen ki tudjunk állni, ahhoz szükség van egy másik erőre, egy nagyobb erőre, amely meg tudja erősíteni a mi lelki erőnket, a mi választásunkat. És ezzel kapcsolatban sokszor napközben is eszembe jutott gondolatban fordultam Istenhez, hogy tényleg a nap folyamán ne tegyek semmi olyat, ami nem egyezik meg azzal, amit ő elvár tőlünk, és mégis akár szabadidőmben is azon gondolkodtam, hogy mi lehetne az, ami a szabadidőmet hasznossá tudná tenni, és a hitélet útján való fejlődésben, és esetlegesen a többi ember irányába való hasznos tevékenységeknek a kialakításában tudna segíteni. És voltak ilyen különleges dolgok, amiket választottál, tevékenységek? Voltak, igen. Jelen pillanatban is beletanulok ebbe a tevékenységbe.
Ez konkrétan a zenéhez köthető, ugyanis úgy érzem, hogy a zenének nagy hatása van az emberekre. Legyen az akárki, ha van zenei érzéke, ha nincs zenei érzéke, akkor is valamilyen szinten hatással van rá. És ilyen szempontból szeretnék tanulni, és ezzel kapcsolatban töltöm most a szabadidőmet, hogy tényleg valóban egy Istenhez méltó zenét, Istenhez méltó énekeket tudjak játszani, vagy éppenséggel énekelni. Bocsássák meg, hogyha helytelenül ejtem ki. Nyilvánvalóan ismeritek Emilio Knecht, nem tudom, ha így kell kiejteni, annak a bizonyos predikátornak a nevét. Nagyon tetszett az, amikor a saját életéről beszélt, és elmondta, hogy ő hogyan neveli a gyermekeit, és az, amit kihangsúlyozott, az az, hogy három dolgot ad meg a gyermekeinek, mindegyiknek. Ha jól emlékszem, 6 gyereke van, és azt mondta, hogy mindegyiknek ezt a 3 dolgot megadta. Az első az, hogy sportoljanak valamit. Buzdítani arra, hogy valamilyen sportot üzzenek. A másik dolog az, hogy egy hangszeren játszódjanak. Mindegy, hogy mi az, csak hogy valamilyen hangszeren játszódjanak. És a harmadik pedig az, hogy bemutatni neki Jézus Krisztust. Ez a 3 dolog. És jóformán én, amikor hallgattam az ő beszédet, az ő előadásait, én akkor már rég túl voltam a gyerekkorom, szinte 20 éves, és így visszagondoltam, hogy annak ellenére, hogyha a szüleimnek nem feltétlenül voltak ezek nem ezek voltak a céljai, hogy most akkor ezt a 3 dolgot megadják, én így visszatekintve látom ezt a 3 dolgot az életembe, és az, amit Emilio ott elmondott, hogy ez a 3 dolog hogyan befolyásolja egy fiatalnak az életét, és hogy indítja el a keresztény úton, én ezt teljes mértékben látom, és én erre úgy tekintek vissza, hogy ez Istennek a vezetése volt, hogy én ezeket a dolgokat csináljam, úgy a sport, mint a zene, mint az isteni hitnek a tanulmányozása és szeretése. Úgyhogy ezek voltak azok a dolgok. Nem csak ez, nyilván, hogy nem csak ez. Viszont most én csak ezt szeretném kiemelni, hogy ez a 3 dolog, ez eléggé meghatározó volt ezzel kapcsolatban. Hogyha megragadjuk az alámerítkezés pillanatát a keresztségetek során, akkor mi jut eszetekbe erről? Milyen érzések merülnek fel bennetek? Mit mondanátok erről a különleges pillanatról? Nem tudom, hogyha szabad ilyen nyíltan beszélni róla. Nyilvánvaló az, hogy mármint a személyhez nem tudom, ha most szabad ilyet, viszont Filip Lukács István volt az a lelkész, aki megkeresztelt engem, és én személyesen vele egy nagyon jó kapcsolatot ápolok, és ápoltam akkor is, kerességkor is. Ő volt az, aki így konkrétan rákérdezett, hogy akkor lehetne róla szó, és ha bár azt mondhatnám, hogy azelőtt, ha valaki ilyen kérdést tett volna föl, akkor lehet, ha egy kicsikét ferdeszemmel néztem volna rá. Viszont az a fajta baráti kapcsolat, ami vele kialakult, az ezt a fajta érzést teljesen megszüntette bennem. És az a pillanat, amikor tisztán emlékszem, még nagyon gyorsan lezajlott az egész keresésnek a pillanata, tisztán emlékszem arra, amikor megszólított, hogy akkor gyere, és történjen meg a kerességnek a rituáléja, ha lehet így fogalmazni. És ahogy felálltam a székről, és elindultam, ez úgy belém nyilalt, ha lehet így, vagy mindegy villámcsapás belém ütött, hogy te most úgy mész be abba a kerességbe, hogy te hiszed azt, hogy úgy mész bele abba a keresztelő medencébe, abba a vízbe, úgy mész bele, hogy hiszed azt, amit Jézus mondott, hogy tényleg te egy újjászületett emberként fogsz a medencének a túlsó oldalán kijönni, és azután nem fog semmi
majd minden bűnödet Isten leveszi rólad. Nem, te mint egy megtisztult, mint egy új csecsemő úgy jössz ki a túlsó parton, lehet így fogalmazni. Az a pillanat, amikor átöleltük egymást a keresztelő medencébe, az egy fenomenális érzés volt, mint hogyha tényleg, és ezt merem állítani, hogy az a pillanat életem egyik legnagyszerűbb pillanata, és az a fajta megkönnyebbülés, lelki megnyugvás, nem tudok szavakat találni, hogy jöntsem szavakba, de az, amikor tényleg kijössz a túlsó parton idézőjelesen, és tudatosul benned, hogy hány meg hány olyan bűn van, amiről te tudtál azelőtt, viszont nem volt semmi kötelék, semmi szövetség megpecsételve, hogy te most tényleg ezt kéne tartsd magad, és mégis megcselekedted, mert sajnos fiatalokként vagy fiatalként én megcselekedtem olyan dolgokat, amiket ma már nem, ugyebár. És tudtam, hogy ezekkel együtt kell én akkor éljek életemen keresztül, és amikor megtörtént ez a pillanat, ez olyan fajta lelki megnyugvást idézett elő, amiről mondhatom, hogy csak álmodni tudtam, ha tudtam eddig, és mondjam úgy, hogy azóta se éltem át ennél fantasztikusabbat. Úgyhogy mindenképp egy nagyon kimagasló élmény ez az egész, ami úgy megtörtént ott. Igen, a keresztségi alkalom az valóban egy különleges alkalom, ugye, ami az embernek csak egyszer fordul elő életében. És tényleg maga az az érzés, amikor besétál az ember a keresztvízbe, és várja azt a pillanatot, amikor megtörténik maga az alkalom, amikor a víz lemossa a bűneit, és új teremtést teremt benne, amelyben már Jézus az Úr. Ez tényleg valóban egy olyan alkalom, amely kellő komolyságot igényel, és számomra is konkrétan az alámerítkezés pillanata, amikor ugye kijön az ember a vízből, konkrétan ezt az érzést kaptam tőle, hogy igen, most már szövetséget kötöttem Istennel, de hogy ehhez komolyan kell állni. Mert a keresztség ugye az egy nyilvános hitvallás is, mert nem két személy között, egy zárt falok között történik, hanem egy egész nép előtt, és bárki, aki szeretné, ennek szemtanúja lehet. És ez egy nyilvános hitvallás is, és ezáltal kell az a komolyság, hogy valóban azt, amit én kaptam Istentől, amit én kaptam Jézustól, azt megfelelően tudjam majd a keresztséget követően továbbadni az embereknek, hogy ne csak magát az aktusnak a fenséges mi voltát lássák, hanem lássák azt, hogy maga a keresztség milyen eredményeket tud hozni egy ember életében. Keresztségem után egy olyan megnyugvást tapasztaltam az életemben, amit addig soha. Jöhetett volna bármi is, nem tudott volna kiszedni a sodromból. És kíváncsi vagyok, Jocó, te már utaltál arra, hogy téged is egy ilyen fajta megnyugvás vett körül, amiután megkeresztelkedtél, bár nem keresztelkedtetek meg olyan hosszú ideje, de kíváncsi lennék arra, hogyha attól a ponttól egész a mai napig tapasztaltatok-e valamit a lelki világotokon belül, valamilyen változás, de olyan változást, ami lényeges, amit addig nem láttatok az életetekben. Igen. Számomra van ilyen változás, és ezt őszintén be kell valljam, hogy habár mindig igyekeztem arra, sőt, mindig bennem volt az a hit, hogy akármennyire őszintén, de ha őszintén fordulunk Istenhez, akkor megsegít bennünket. Viszont a keresztségem pillanatától érdekes módon egy olyan érzés van bennem, mint hogyha mikor fohászkodok Istenhez, mint hogyha nagyobb erőt kapnék. Mint hogyha az lenne bennem, hogy most már a keresztségem kapcsán egy olyan szövetség van, ami mintha feltétel nélkül lenne. Habár tudom, és még most is bennem van az, hogy abban az esetben, hogyha én Istenhez fordulok, azt hittel kell tenni, másképp semmit nem ér, de mégis valahogy az az érzés van bennem, hogy igen, most már tényleg fordulhatok Istenhez őszintén és bármi kapcsán. Még egy utolsó, vagy talán utolsó előtti kérdés van, ami belefér az időben.
Az első kérdésem, ami megfogalmazódott bennem, az a következő. Miért pont ebben a korban keresztelkedtetek meg? Elképzeltétek volna azt, hogy 5 évvel ezelőtt, hogy 2021. decemberében ti megkeresztelkedtek? Kor, miért ilyen fiatalon? Nagyon sokszor megkaptam ezt a kérdést azóta, hogy megtörtént maga a keresztség, hogy biztos komolyan gondoltad ilyen fiatalon már megvalósítani ezt a dolgot, megfogadni ennyi mindent, idézőjelesen keretek közé szorítani saját magad. Egyik dolog, amit a keresztségem körül, vagy keresztségem előtt nem soktól, és egész mostanáig tapasztalok, az, hogy elkezdtem szeretni olvasni, de hogy úgy igazán szeretni olvasni, és az Üzenet az ifjúság című könyvben találtam meg azt a nagyon értékes, számomra legalábbis nagyon sokat mond, és nagyon értékes mondatot, csak megközelíteni tudom, nem emlékszem szóról-szóra rá, hogy nagyon sok fiatal kiteszi magát annak a veszélynek, hogy elcsábítsák, rossz gondolatok, rossz érzések beleüljenek a szívébe, és szülők azt mondják a gyerekeknek, hogy most fiatal vagy, most menj, élj ki magad, csinálj meg bármit, majd ha telik az idő, akkor stb. És nem tudják a szülők azt, hogy ilyen fiatalon olyan magvak esnek bele a fiatalok szívébe, hogy azok majd késő, egész életükön keresztül ott lesznek, és később csiráznak ki, és hoznak termést. És miután ezt megtudtam, hogy annak, hogy fiatalon ennyire szabad vagy, és nekem is ez a szabadság meg volt adva természetesen, nem láttam értelmét annak, hogy tényleg én ezek után is ennek a veszélynek kiadjam magam. Én nem egy kalitkába zártam most be magam, hanem olyan helyen játszódik most az életem, ha lehet így fogalmazni, amelyek keretek között vannak, olyan keretek között, amik megvédenek bizonyos dolgoktól. És ezért olyan fantasztikus. Igen, ez egy érdekes kérdés, ugye erről már beszéltem, hogy miért vártam ilyen sokáig, viszont Jocó annak a szempontjából közelítette meg, hogy miért ilyen fiatalon. Én ezt másképp fognám fel, hogy miért ilyen későn. Ugye a kor az relatív, ugye lehet fiatal, vagy lehet valamit korán elvégezni, vagy lehet valamit későn elvégezni. Viszont ennek kapcsán ugye felmerül bennem ugye az a kérdés is, hogy bizonyos személyeket már csecsemőkorban megkeresztelnek. Viszont ugye mi esetünkben nagyon sokáig elhúzódott, esetemben 24 éves korig, és hogy mi lehet ennek az oka? Hát az egyik oka, a Bibliából tudnám idézni, Márk evangéliumának a 16. részének a 16. fejezetéből, hogy aki hiszen és megkeresztelkedik, az üdvözül. Ebből számomra az jön, hogy a kettő szorosan összekapcsolható egymással, vagy az apostolok cselekedetében olvashatjuk azt, hogy térjetek meg és keresztelkedjetek meg. Tehát nagyon a megtérés, a hit és a keresztség nagyon összekapcsolható egymással. És pont ez, amiről már meséltem, hogy megvolt bennem az a bizonytalanság, hogy vajon megtörtént bennem az a megtérés, ami szükséges ahhoz, hogy megkeresztelkedjek, vagy nem. Ez az, ami eltolta a 24 éves koromig azt, hogy megkeresztelkedjek. Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen bátran elmondtátok a tapasztalataitokat a keresztségetek során, és az azelőtti tapasztalatokat is, ami elvezetett a keresztségig. Hálás vagyok, hogy bizonyságot tettetek erről a különleges pillanatról, ami az életetekben megtörtént, és nagyon szépen köszönöm. És azt kívánom, hogy azokat a bizonyos gyümölcsöket, amelyeket a keresztségről az idézet által megismerhettünk, azokat ti tapasztaljátok meg az életetekben. Köszönöm, hogy itt voltatok, és Isten áldását kívánom az életetekre nézve a továbbiakban is. Köszönjük szépen, és mi is viszont kívánunk. Köszönöm én is a meghívást is, viszont kívánom.
Köszönöm önöknek is a megtisztelő figyelmet. Köszönöm, hogy végighallgatták ezeket a fiatalokat, amint itt a szívüket, lelküket tárták ki önök előtt, és a keresztségükről egy különleges tapasztalatról számoltak be, ami megváltoztatta az életüket. Remélem, hogy azok a dolgok és azok a gondolatok, amiket ők elmondtak és bevallottak, azok mindannyiunk szívét megmozgatta, hogy mindannyian a keresztség gyümölcseit tudjuk majd megtapasztalni. Köszönöm még egyszer, hogy velünk tartottak, nagyon sok szeretettel visszavárom önöket a következő adásban is, de mindaddig Isten áldását kívánom. A viszontlátásra!